Kezdődik a vakáció. Véget ért a tanév. Vadászok versenyeztek. A nimródok soholára mérték össze tudásukat. Lezárult az Erasmus Plus. Milánóban jártak a deákos diákok. Ez az Allegerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, H. Horváth Gyula vagyok. 2023. június 16-a péntek van, lássuk a legfrissebb helyi híreket. Véget ért a tanév, kezdődik a vakáció. Az allegerszegi általános és középiskolákban ma sok helyen játékos szabadfoglalkozásokat, valamint évzárókat tartottak. A Deák iskolában már délelőtt elbúcsúztak a diákoktól. Ebben az intézményben több mint 300 tanulónak csengettek ki a mai napon. A mi iskolánkban több részletben ért véget a diákoknak a tanév. A végzősök már éppen vagy túl vannak a szakmai vizsgáikon, vagy az érettségi vizsga kellős közepén vannak, a szóbelik a jövő héten kezdődnek, illetve az alsóbb éves diákoknak valóban a mai napon véget ér a tanév. És hogyha belelátnék a diákok fejébe, akkor valószínű azt látnám, hogy de jó, hogy ez a nap is elkövetkezett. A fiataloknak több terve is van a nyárra. A pihenés mellett hasznosan töltik ezt az időszakot. Eléggé vártuk már, azért tök nehéz volt így az év vége, az évvégi hajrá azért elég kemény volt. Én a nyáron dolgozni fogok valószínűleg egy ilyen 6 hétig nagyjából, aztán egy kis pihi augusztus végén. Kívánok mindannyiótoknak nagyon szép nyarat, jó pihenést, minél több könyvet, sok olvasást, minél több beszélgetést a családotokkal, közös élményeket gyűjtsetek. Ezekkel a szavakkal búcsúzott el egy harmadikos osztálytól a Landorhegyi Általános Iskola igazgatója. A nyári szünetet már minden kisiskolás nagyon várta. Nagyon örülök, de azért hiányozni fog az iskola. Kicsit furcsa lesz. Hát a terveim a nyárra, hogy találkozok a barátaimmal, szórakozunk, játszunk, elmegyünk a Balatonra. Nagyon örülök, hogy jön a nyár, mert sok minden lesz, elmegyünk Pécsre, meg kimegyünk kirándulni az erdőbe, megyek táborokba, Minecraftos táborba. A nevelők a játékos feladatok mellett több mindenre felhívták a figyelmet, mielőtt elbúcsúztak tanítványaiktól. A nyári olvasmányok kapcsán beszélgettünk, ajánlott irodalomról, olvasmányokról, illetve lehet szorgalomból akár olvasónaplót készíteni, ennek formáját is megbeszéltük, illetve például környezetismeret órán akkor a nyári nyaralások alkalmával milyen veszélyes szituációkra kell odafigyelni a gyerekeknek, hogyan vigyázzanak magukra, egymásnak is készítettek kártyát, amivel egymásnak is adhattak tanácsokat a nyárral kapcsolatban. A diákok közel 2,5 hónapra búcsút intettek iskolájuknak. Az intézmények többségében az utolsó tanítási napot a megszokottól eltérő programokkal zárták. Megrendezték a Vas és Zalavár megyei hivatásos vadászok versenyét a Sohollári völgyben. A program a csapdázásról szóló szakmai előadással és bemutatóval kezdődött, majd 8 állomáson mérték össze tudásokat a nimródok. Barát Bence közel egy évtizede dolgozik a Felső Szenterzsébeti vadászmezőkön. A változatos kérdések lehetőséget adtak arra, hogy tesztelje ismereteit. Valakinek könnyebb, valakinek nehezebb, de érdekes feladatok vannak, és úgy gondoltuk az elnök úrral, hogy egy próbát teszünk, hogy mégis a tudásomról igazából, hogy hogyan mennek ezek a feladatok. A trófeabírálat és a távolságbecslés nagy kihívást jelentett. Erre a tudásra azonban a vendégvadászatokon is szükség van, hiszen kísérőként pontos válaszokat kell adniuk. A mostani hivatásos vadásznak a versenyen meg kell mondani ezt, hogy milyen vadfaj, milyen súlyú lehet a trófeája, illetve milyen távolságban van ez a elejtendő vad. Ezeket kell pár tized másodperc alatt eldönteni a hivatásos vadásznak, és akkor fogja kiadni a vendégvadász részére a úgymond utasítást, hogy lőhető vagy nem lőhető ez a vadfaj. A feladványok, köztük a lövészet és a koponya felismerés a napi munkára épültek, de akadtak váratlan kérdések is. Itt olyan kérdéseket is kapnak, amit a gyakorlati életben nem minden nap találkoznak, és tudják fejleszteni, tudnak egy kicsit, hogy mondjam, az új technikákhoz igazodni, és kicserélik a tapasztalatokat is.
A térségben a vadkár okozza a legnagyobb problémát, amit a nagyvad számának csökkentésével lehet mérsékelni. Ebben jelentős feladat hárul a hivatásosokra. A megye hivatásos vadászainak a kezébe van a hosszú távú nagyvad gazdálkodás jövője. Tehát ő rajtuk múlik. A végrehajtás megtervezése, az élőhelyek karbantartása, a vad megfigyelés, az egészségügyi szempontoknak való megfelelőség, ez mind-mind az ő feladatuk. A rendezvény tapasztalatcserére, valamint szakmai sikerre is lehetőséget adott. Az országos versenyen, amit nyáron rendeznek Baranyában, az első helyezett képviseli majd a vármegyét. A hivatásos vadászok versenyét az Országos Magyar Vadászkamara Zala vármegyei területi szervezete és az Zala megyei vadászszövetség szervezte meg az Zala erdő ZRT területén. A bemutatott trófeákat a Helikon Kastély Múzeum gyűjteményéből választották ki. Adásunk előtt nem sokkal kezdődött az Egerszeg Fest. A hangulatról és a programokról Gyuk Alexandra tudósított a televíziónkat. Különleges módon óriás bábos felvonulással indult az Egerszeg Fesztivál idén. Köszöntöm a kedves nézőket, és hagyományos módon folytatódik hamarosan a Zalai Táncegyüttes műsorával, hiszen rendszerint ők szokták megnyitni az Egerszeg Fesztivált. A részletekért pedig Tompa Gáborhoz, fesztiváligazgatóhoz fordulok. Jó napot kívánok! Elkezdődött a várva várt fesztivál itt Zalaegerszegen. Mikre számíthatnak az ide látogatók? A legfontosabb, amire számíthatnak, az, hogy ez egy mosolygós fesztivál, és nagyon örülünk annak, hogy a bábművészeti világ találkozó eseménye is részét képezik a fesztiválnak, vagy a fesztivál képezi a részét ennek a világ találkozónak, az zalaegerszegi programoknak. Ez a Színész Olimpia keretében valósul meg, ez egy országos program, több száz rendezvény van. A Színész Olimpia, ez a bábszínházi világ találkozó is ide csatlakozik, de emellett a szokásos, hagyományos programokkal kezdünk, ahogy említetted is, a Zalai Táncegyüttes jön mindjárt a színpadra. Itt nagy koncertek lesznek, headlinerek lesznek esténként a nagy színpadon. Az említett bábművészeti világtalálkozó programjai pedig utcaszínházi előadásokkal, cirkusszal, artistákkal, bábművészekkel fogadják a közönséget, és emellett lesz kéklámpás felvonulás, baleseti szimuláció, mindenféle más. Földi jó is lesz enni és inni való a rendezvény területén. Lesz éppen a kortárs az Zalaegerszegi Kortárs Művészeti Fesztiválból szaladtunk bele az Egerszeg Fesztiválba. Tehát egy elég széles programot kínálunk a közönségnek, és bízunk benne, hogy nagyon sokan jönnek Zalaegerszegre. Egyébként ugye 3 napig tart a fesztivál, ez elhangzott az előbb is, kulturális programok is lesznek szép számmal. Mik a tapasztalatok, hány embert várnak így a hétvégére? Hát az eddigi számításaink alapján 60 ezer emberre számítunk a 3 nap alatt, tehát a korábbi években is ez volt az a szám, ami összejött ilyenkor. Tehát magyarul, ha csak Zalaegerszeget nézzük, akkor minden egyes zalaegerszegi legalább egyszer, hogyha a statisztikát nézzük, egyszer megjelenik a fesztiválon, de úgy számolunk, hogy több tízezer ember lesz a napok során. Nagyon sokan várják ezt a rendezvényt, és örülünk, hogy meg tudtuk csinálni, meg tudjuk tartani, meg tudjuk szervezni. Tompa Gábornak nagyon szépen köszönjük, kedves nézőink, ahogy láthatják, már elindult a sürgés-forgás itt Zalaegerszeg főutcáján, egészen vasárnap estig színes koncertek, kulturális programok és kulináris élvezetek is várják az ide látogatókat, úgyhogy én azt tudom javasolni mindenkinek, hogy jöjjön Egerszegre és látogassa meg az Egerszeg Fesztivált. Hazatértek a Deák Ferenc Technikum Erasmus Plus programban résztvevő diákjai. A fiatalok Milánóban jártak, ahol szakmai gyakorlaton és kirándulásokon egyaránt részt vettek. Idén 16 diák élt a lehetőséggel és látogatott Olaszországba. Tartalmas 3 héten vannak túl ezek a tanulók. Olyan tapasztalatokkal gazdagodtak, melyek a jövőben kulcsfontosságúak lehetnek számukra. Tényleg nagyon jó szakmai tapasztalatokat szereznek, illetve hát egy országnak a kultúráját ismerik meg, ami egészen más, mint a nálunk megszokott nyilván, tehát életmódot figyelhetnek meg, illetve a munkahelyeken is teljesen más a munkakultúra. A faipart szakmájuknak választó diákok profiukhoz illeszkedő cégeknél, illetve egy újrahasznosítással foglalkozó vállalkozásnál leshették el külföldi kollégáik tudását. 3 hétig tartózkodtunk Milánóba, és dolgozni mentünk ki. A munka igazából nagyon tanulságos volt,
sok mindent csináltunk, sok új dolgot tanultam, fejlesztettem az angol tudásomat, szóval igazából jó volt. A tapasztalataim, amiket szereztem, számomra nagyon hasznosak voltak. Megtanultam műanyaggal is dolgozni, nem csak fával, mivel egy faipari technikusnak többféle anyaggal is kell tudni dolgozni. A pedagógia szakosok óvodákban és bölcsödékben figyelték meg az olaszok nevelési módszereit. Másfél-egy évesekkel voltam, egészen másodként a felfogás, illetve az életvitelük. Nyilván az olasz anyanyelvűekkel kicsit nehezebb volt magam megértetnem, de ők is mutogatással, akár gagyogással megértették magukat velem. A résztvevők a program részeként a munka mellett több helyre is ellátogattak. Megnéztük a Milánóban dómot, oda be is mentünk, felmentünk a tetejére, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a városra. Megnéztük a Da Vinci Múzeumot is, ahol igazán érdekes kiállításokat tekinthettünk meg. Az Erasmus Plus az Európai Oktatás, Képzés, Ifjúságügy és Sport támogatására irányuló uniós program. Célja a társadalmi befogadás, valamint a zöld és digitális átállás előmozdítása. Római kori luxusedényeket állítottak ki a zalaegerszegi városházán, a múzeum üvegvitrinjében. A leleteket Alsópáhoktól délre Sármellék északi határában találták. A május végétől november végéig tartó kutatás egyik legjelentősebb eredménye a római kori temető három sírjának feltárása volt. A vizsgálatot a Göcsei Múzeum régészei, Havasi Bálint és Németh Roland vezették. Minden ásatást megelőzően egy próbafeltárás is kerül megrendezésre, ami a 2021-es évben volt, mert ekkor is találtunk temetkezéseket, így valamilyen szinten várható volt, hogy továbbiak fognak előkerülni. Az egyik ilyen sírban találtuk ezeket a teraszigillát edényeket. A 15 mellékletéből 11 teljesen ép teraszigillát edényt sikerült így kibontanunk. A régész elmondta. Abban a korban úgy gondolták, nem feltétlenül a test a fontos, hanem az ember szellemi öröksége. Ezért az elhunytak mellé temették el azokat a tárgyakat, amelyek segítették őket túlvilági utazásukban. Ugye különösen fontos volt módon, tehát a hierarchia, a társadalmi rétegződés, ezért a minél gazdagabb, tehetősebb embereket temették el, minél gazdagabb mellékletekkel. Így ebből kiindulva az itt elhunytak is mindenképpen a társadalom felsőbb rétegéből származhattak, vagy akár a seregben egykor szolgált és itt letelepített, leszerelt legionárius, vagy éppen akár itt élő, de a gazdagabb elit rétegből, de római a kultúráját átvevő egyén. A helyszínen további két temetkezést rekonstruáltak. Ezekben üvegfóliát, bronzkarkötőt és római pénzt is találtak. Az érdeklődők a kiállítás nyár végéig nézhetik meg a Városháza földszintjén. A Kiskunfélegyházi sportcsarnokban rendezték a Magyar Professzionális Erőemelő Liga kupát. A háromnapos viadalra országszerte 732 versenyző nevezett. Dani Cseranita, a zalaegerszegi súlyemelőklub versenyzője, rófelhúzásban, azon belül Open és Masters egy kategóriában indult, a 90 kg-os súlycsoportban. Kezdő fogásként előbb a 150 kg-ot, majd a 160-at is sikerült teljesítenie. A 165 is majdnem meglett, de sérülése megakadályozta ebben. A zalai erőemelő így sem lehet csalódott, mert korábbi 168 kg-os eredményével továbbra is ő a hazai csúcstartó. Anita végül két magyar bajnoki címmel zárta a Kiskunfélegyházi megmérettetést. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat, még egyszer, röviden. Kezdődik a vakáció, véget ért a tanév. Vadászok versenyeztek, a nimródok soholára mérték össze tudásukat. Lezárult az Erasmus Plus. Milánóban jártak a deákos diákok. Ez volt az zalaegerszegi televízió híradója 2023. június 16-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is hírportálunkon a www.egerszegihírek.hu-n tájékozódhatnak. Híradónkat és a televízió műsorait a www.zegtv.hu oldalon nézhetik vissza. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Viszontlátásra!